Köszönjük szépen Farikának harcos és bátorító és világ felvilágosító szavait, aki többet szeretné tudni a fültörő problémáiról. Aztnak olyan jól olvastam, hogy a Gazdatanácsok Szövetsége honlapját nézze meg, tehát egy rákeres, hogy Gazdatanácsok a keresőre, Gazdatanácsok Szövetsége, akkor megtalálja. gazdatanacs.blogspot.hu, és ott van egy 12 pont, egy világosan leírt, nagyon logikus 12 pont egyébként. Megmondom őszintén, ezeket most nagy számban munkatársaink kiosztották itt a órákkal ezelőtt itt tapsikoló jóhiszemű közönségnek. És nagyon sok pozitív visszhangra lehet, megmondom őszintén. A visszajelzések egyértelműen azok voltak, a petíciót osztottuk és a 12 pontot. Nagyon sok kollégám vett ebben részt, tényleg több száz, több ezer darabot kiosztottunk, és egyértelműen pozitív volt a fogadtatás, hiszen jó hiszemű magyarok ők is, csak egyelőre még nem láttak tovább a narancsfánál. De bízom benne, hogy előbb-utóbb ők is felderengenek. Közben a jó hírem van mindannyiuknak, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát itt, akik itt vagyunk most ezen a tüntetésen, nagyon derék módon fizikai jelenlétünkkel nyomatékot adunk a követeléseinknek, viszont az egész világ néz minket, hiszen az Álmos Király televízió segítségével, Kubinyi Tamás, Gumi Bianca és kedves munkatársuk segítségével élőben az egész világ hallgass minket. Az Álmos Király televízió egy nagyon jó szándékú és nagyon-nagyon elszánt média csapat, amelyből akár ki is nőhet később majd egy igazi nemzeti televízió, és nem csak egy csupán egy pártnak a televíziója, hiszen valóban az igazi tömegtájékoztatás itt kezdődik. És köszönöm ezúttal Tamásnak, hogy egy exkluzív egyórás interjút készített velem közvetlenül május 6-a után, hogy elmondhattam pontosan, hogy mi a helyzet. Marika arról beszélt az imént, hogy a gazdák akkor végül is dolgoznak a földeken, de van itt azért még egy gazda, akinek az a pehje van, hogy azon túl, hogy gazda, na találják ki, mi a másik tulajdonsága, milyen másik oldaláról verte, devizaadós. Tehát egy olyan gazda, akit a deviza csapdába csaltak, több ezer honfitársával együtt, és víz végveszélybe került az egész életének munkája, és már a végrehajtók üldözik, egész elképesztő méretű adósságát duzzadt az az összeg, amelyel eredetileg becsalták. Hát hallgassuk meg akkor most, hogy tegyen tanúságtételt és mondja el történetét Pilmaier András. Köszönöm szépen a szót, szervusztok! Nálunk az élet írja itt a rendezvényt, nem készültem, én fogtam egy táblát, és akkor szóltak, hogy ha akarok, mint gazda, mondhatnék valamit. Az helyzet, hogy hál' Istennek fejből mondom a dolgokat, nem olvasom, azért van egy-kettő, amit szeretnék vetek megosztani. Igen, deviza adós vagyok, de én azért vettem föl a házamra hitelt, hogy abból teheneket vásároljak. Vettem belőle 40 tehenet, ugye nem tudtam marhatelepet venni, csak béreltem egyet, 120 km-re a lakásomtól, és a házasságom nem bírta ki sajnos ezt a 120 kilométert, elvártam, el kellett adni az állományomat, fizettem, ameddig tudtam a hitelt, 13,5 milliót vettem fel, 4 évig fizettem, kb. 4 millió forintot befizettem, ugye 4 éve nem fizetem, azóta védem a házamat, szerintetek mennyi a tartozásom? Április 28-ai dátummal. 38 millió forint. Én azt mondtam, hogy ha én még nyugdíjas koromig tudok dolgozni, és ezt a 38 millió forintot meg tudom keresni, akkor azt köszönöm szépen, elteszem magam idősebb éveimre, és nem fogom odaadni ennek a végrehajtónak. De a házamat se. Meg fogom védeni a házamat nagyon sok kollégával együtt. És hogy itt a föld összefügg a dolgainkkal, na most én nekem a végrehajtásban nem csak azt a házamat akarja elvinni a végrehajtó, amire a hitelt felvettem, hanem a bank el akarja vinni még az édesanyám házát, mert meghalt édesapám is, egy negyed tulajdonom van benne, azt is el akarja vinni. Van egy betölti telkem, amire gondoltam, majd a fiam építkezik, azon is végrehajtás van, azt is el akarja vinni. És hogyha még lenne földem, akkor azt is, azon is végrehajtás lenne, és azt is el akarja vinni. Tehát mindent ki akarnak ganézni alollad. Mindent. Mindent. És a gazdák, akik ugye itt vannak, vagy nincsenek itten, sajnos sokan ugyanilyen helyzetben vannak. Nem tudják azt, hogyha tehát a hitelszerződésben nincs benne a végrehajtási törvény. A végrehajtási törvényben meg ugye minden ingó és ingatlan vagyonodra ki van terjesztve. Ez egy nagyon szomorú dolgok.
és ugyanígy nem engednek fellélegezni, vagy egyáltalán élni. Mert hogyha én legalább a telket el tudnám adni, abból tudnék legalább otthon magamnak egy 4-5 tehenet venni, természetesen magyar tarka tehenről van szó, aminek a tejéből tudok sajtot csinálni, a sajtot értékesíteni tudom, a savot tudom odaadni az anyakocának, és jobban tudja táplálni a kismacokat, és egy teljes körforgást tudok én otthon magamnak megtartani, illetve megtermelni. Nem nagy kunst ezek a dolgok, ezt érteni kell hozzá. Csak az a baj, hogy ezt nem engedik, igen. És fogunk még Tamással beszélgetni többet, tehát a dolgok nem innen erednek. Sokan nem tudjátok, hogy a csatlakozási szerződést ugyan a egyes írt alá 2004. május 1-én, de az előtárgyalásokat azt az első Orbán kormány végezte. És miért nem kaptak a gazdák, idézőben mondom, mondjuk 100 ezer forint per hektár területevő támogatást? Hát mert az nem lett volna jó. Az akkori hatalomnak 17 ezer forinttal indult a területalkú támogatás 2004-ben, ez Szántóföldről beszélek, és szépen lassan úgy döntötték, hogy ugye a teljes csatlakozásig 10-13 év alatt mindig 5-10%-kal emelve nő ez az összeg. És akkor mit csináltak 2004-ben, 2003-ban? Azt mondták, hogy jó, 300 hektárig mindenki vásárolhat földet 100% kamat támogatással. Szerintetek kik vásároltak földet? Jó sok Fideszhez közeli ember, aki ezt tudta, hogy mennyi lesz a terület alapú támogatás 2014-ben. Akkoriban 50-60 ezer forintért vettek meg egy hektár földet. Most annyi a terület alapú támogatás. Ugye? Hát sok mindent lehetne gondolni, rángass azon a görcs a nyakát. Igen. És hát azért mondom, hogy összefüggnek ezek a dolgok, tehát nem lehet csak egy részét kiemelni, mert ugye most nagyon sokan én is, hát szinte sírtam a tévét, amikor láttam, hogy, hogy nekiugrott a Kishontoson az ökó területnek, és nem igazán értettem, hogy miért teszik ezt meg. És utána rájöttem, hogy hát most van a területapú támogatásoknak a beadási határideje. Tehát most, ha most nem adja be az az új idézőjelben kijelölt bérlő, akkor, és nem értettem, miért nem engedik legalább learatni neki a búzát? Ugye sokan kérdezték azt, hogy legalább aratta volna azt a búzát, 2 hónapot vár. Igen, ám, de a területapú támogatás. És hogyha ő adja be a területapú támogatást, mármint a Kishontos, akkor övé az a pénz. De ugye a választásokra azon emberek valószínű segítettek buszokkal följönni ide jó sok embert, meg ott a helyben is főt a gulyás, stb. Innentől kezdve azt mondta neki, hogy én nem adok pénzt neki, hát ott van, neked adta a föld, de vedd el magad. És ezek oda is mentek és vették is. Viszont az ottani traktorosoknak üzenem, hogy a jó kurva anyátokat, azt! Mert az a főnököd, lehet, hogy neked is devizahiteled van, lehet, hogy neked is el akarják vinni a házat, s bármegyéb. De itt is van kint rendőrség bőven, meg katonaság is, hogyha majd előbb-utóbb itt bármi lesz. De a parancsot kiadják, de ki húzza meg a ravaszt. Meg lehet tagadni azt a parancsot, amikor az életellenes. Ennyit azért tudni kellene. Hát ez az. És én ezért merem itt elmondani, és bármikor, bármilyen perre megyek, hogyha ő bármelyik traktoros úgy gondolja, hogy becsületsértésben vétettem, de én azt mondom még egyszer, hogyha netán valaki nem nyitotta ki a fülét, hogy a jó kurva anyádat, hogy betárcsasztad azt a búzát. És mindenki úgy csináljon. Jöjjön. És még egyet szeretnék mondani, ez egy kicsit kellemesebb dolog a szívemnek. Ugye a magyar tarka tején és a belőle származó tej. Én úgy hívom a tejet, hogy fehér arany. Van a föld alatt fekete arany, de az elfogy. Szóval van egy termék, a fehér arany. Ami nem fogy el. Azt mi tudjuk korlátlan mennyiségben termelni, jobb bizonyos korlátok közt persze, abból mi tudunk sajtot gyártani, a savót ugyanúgy vissza tudjuk járatni a kocáknak, a sajtot pedig jó áron tudnánk értékesíteni. És ha hiszitek, hanem van már Magyarországon komplett marhatelep, komplett sajtüzem, ami nem magyar ember tulajdona, hanem az araboké, és viszik ki innen a magyar termőföld kincsét. Viszik ki a sajtot saját maguknak, amit itt termelnek meg. És ez szomorú. Ezen sírni kellene,
sírni kellene, mert olyan íze van a magyar terméknek, hogy el sem hiszitek. Tehát édes az igazi jó magyar tarka tehénteje, finom és milyen tápláló, és egy jó, most ne csak kisdhantosi, de mindegy, egy jó tönkölybúzával megvan az embernek a reggelie, amiben minden aminósav, vitamin, ásványi só, nyomelem, zsír, fehérje van a szervezetnek. És ezt nagyon sokan nem tudják. És így kell odaállni, és így kell összességében komplexen csinálni, és Budaházit is hallottam, hogy ő is elkezdett gazdálkodni. Én azt üzenem innen minden külföldön levő magyarnak, hogyha tud, utaljon, küldjön haza pénzt, kezdjük el fölvásárolni mi a magyar földet, adja oda bérbe olyan gazdának, akinek mondjuk úgy, mint én, nekem nincs, mert sajnos a vállás során ugye nincs földem, de gazdálkodni akarna, tisztelettel, becsülettel, és úgy szereti a földet, mint jó magam, és szeretni ugyanúgy visszaadni azt a termelőeszközt, a földet, hogy akár még jobb állatpadó legyen, mint ahogy megkapta, magasabb humusztartalommal, és minden egyébben, tehát szerves trágyázza a földet. Én ezért mondom, hogy valahogy így kellene ezt megcsinálni. Én nem vagyok ez, úgy mondom, képes, tehát aki tud ilyen közösségi oldalt, vagy bármit létrehozni, egy egyesületet, vagy bármit csinálni, amivel lehetne ilyen magyar föld vásárlást csinálni. Én úgy érzem, ez az utolsó lehetőségeink egyike, mert ha már magyar föld van, magyar emberek kezébe így is maradhat magyar föld, nem másképpen. És akkor csak egy pár apróság, amit még itt találtam magamnak, hogy amikor élelmet adsz a szegénynek, akkor azt mondják, hogy szent ember vagy. De amikor megkérdezem, hogy miért nincs élelme a szegénynek, akkor azt mondják, hogy lázító vagyok. Ez a határidőnaplom elejében van beírva, hogy mindig, amikor kinyitom, lássam, és ezek a gondolatok átfussanak rajtam. Viszont ugye most volt a választás, erre pedig azt írtam be, hogy ha választással meg lehetne bármit változtatni, akkor nem engednék meg nekünk. Ezt nem én mondtam, egy Marta nevű úriember. És ugye előttünk volt egy rendezvény, arra pedig azt tudom mondani, hogy amikor a hatalom a saját híveit küldi ki az utcára, hogy őt öltessék, azt úgy hívják diktatúra. Így van. Megkérdezném, hogy a kordon miért kell annak, akit a nép választott meg? Gyurcsány hatalom. És még írtam egy ilyen kis apróságot, hogy korrupt államban sok törvényt alkotnak. Az én földtörvényem egy szó. És egy rövid mondat. A magyar föld nem eladó. Fekiátoják. Köszönöm.